Szeretettel üdvözlök mindenkit. Én az edukációnál a digitális pedagógiai osztályon dolgozom. Néhány olyan trendről vagy irányzatról szeretnék beszélni, amit magunk is fontosnak tartunk, és szeretnénk ezzel az edukációnál foglalkozni az elkövetkezendő időszakban. Az első ilyen a szabad szoftverek világa. A mi projektünk arról szól, hogy vizsgáljuk meg, hogy az úgynevezett szabad szoftverek hogyan illeszthetők be a hazai gyakorlatba, illetve hogyan tudnánk csatlakozni egy hatalmas nagy nemzetközi kezdeményezéshez, aminek az a neve, hogy OER, és ez az Open Educational Resources-nek a rövidítése, tehát nyílt vagy szabad oktatási tartalmakról van szó. Mi Magyarországon ez ügyben nem állunk rosszul, hiszen a Sulinet tudásbázis egy ilyen tartalom, mind a kezdetek óta és a jövőben is teljesen ingyenesen hozzáférhető, korlátozás nélkül hozzáférhető, és még határon túl is hozzáférhető azok számára, akik magyar nyelven értenek és tanulnak. Itt szeretnék megnézni pedagógiai kísérletek eredményeit is arra vonatkozóan, hogy abban az esetben egy iskola úgy dönt, hogy más operációs rendszer alapokra szeretné áthelyezni a működését. Ez vonatkozik természetesen a működés mindenféle területeire. Akkor ez mit jelent számára, a tanárok számára mit jelent, a diákok számára mit jelent, milyen költségek, milyen erőforrások szükségesek egy ilyen átálláshoz. Egy másik történet, ez a digitális tartalmak világa. Szeretnék ezügyben is olyan vizsgálatokat végezni, amelyek rámutatnak arra, hogy valójában hogyan történik a tanulás ezekkel. Egy webergonómiai példát is szeretnék mutatni. Ez egy olyan fajta vizsgálat, amit a képeken látszik, ami a tanulónak a szemmozgását követi, és a szemmozgás alapján állapítja meg, hogy a tananyagot hogyan járja be. A következő terület, ez pedig a mobiltelefonok használata. Azért probléma halmaz, mert a nagyon sok esetben a pedagógusok számára ez még inkább gond, mint lehetőség. Tehát mit csináljunk a telefonnal, tiltjuk, Angliában sok helyen tiltják, be se lehet vinni, be lehet vinni, mit lehet vele csinálni, van nyelvtanár, aki örül neki, mert a gyerekek rögtön szótárként tudják használni. Na de akkor van-e minden gyereknek, nincs minden gyereknek, mi a helyzet az infrastruktúrával?